Szervusztok! 2024. április 11-e van, Leó napja. Aki nem tudja, miért fontos, hogy Leó napja van, az nézzen utána. De nagyon fontos az én életemben, meghatározóan fontos ez a nap. Ezen kívül azonban úgy gondolom, hogy csütörtök is van, és este 6 órakor találkozunk, és talán lehetne ez a bejelentkezés egy úgynevezett beharangozó. Beharangozó, de mégsem annak szántam. Hanem úgy gondoltam, hogy nem vehetem el az egész estét, amikor ti kérdeztek engem, egy olyan gondolattól, ami most aktuális, amit most el kell mondanom. Az elmúlt napokban számtalan olyan szó összetétel, bejelentés, stb. Hangzott el, amelyeknél majdnem minden alkalommal nyúltam a kamerámhoz, és próbáltam azt mondani, hogy ezhez most rögtön hozzá kell szólnom. Rögtön a bejelentkezés címének is egyébként egy ilyen gondolatot vagy mondatot, ami a napokban hangzott el, és aminek szintén szeretném, ha ti néznétek utána. Hogy mi van akkor, amikor valaki megfogalmazza, miért ne tehetné, hogy közelebb áll hozzá a Fidesz. Én azt gondolom, hogy azért ma az értelmiségi oldalon ma már ezt a gondolatot, ezt a mondatot kimondani nem könnyű. Vagy nem szabadna, hogy könnyű legyen. Vagy el sem szabadna, hogy hangozzon. Mert hogy közelebb áll hozzánk a Fidesz. És akkor nézzük csak a napi híreket. A legutóbbit. Tegnapit, a mait, vagy a tegnap előttit. Mindegy, hogy melyiket veszük szinten. Legutóbb hangzott el, most ott van Józsefvárosban egy történet, hogy a kormány egy törvényjavaslatban két embernek, Semmilyen Zsoltnak, aki állítólag a Kereszténydemokrata Néppártnak az elnöke, tehát az az igaz hű keresztény, és Sák Jánosnak, aki a kultúra minisztere. Beadtak egy törvénytervezetet, amelynek úgy nevezik mi a köznapokban, hogy saláta törvény, amelyben, és ezt akkor mondjuk, amikor egy törvényben, arra nem számítva, a címéből adódóan az érintettek, akikre nagyon erősen vonatkozik a törvény, meg sem nézik, mert hogy abban ők nem érdekeltek. És közben ebben a törvénytervezetben elhelyeznek valamit. Egy újságíró hívta föl 8. kerület polgármesterének és polgármesteri hivatalának a figyelmét arra, hogy ebben a törvényben az állam kisajátít 10 ingatlant Budapest 8. kerületében, amelyből 8 ingatlan többlakásos társaság, bérház, ahol bérlők, a önkormányzattól bérlők élnek, összesen 210 család, és valamivel több, mint 500 ember. A bejelentkezésen nem mutatom szándékosan, hiszen nem is tehetem, de kijöttem Leó napon egy játszótér. Egy játszótérre, hogy az ember lássa a tisztaságot. Lássa az itt futkosó gyerekeket, ti meg halljátok őket a háttérben. Ők ugyanis valamennyien becsületesek, erkölcsösek, tiszták, tanulják a világot. És csak rajtunk áll, hogy mit tanulnak meg. Azt, amire én szeretném felhívni most a figyelmeteket, vagy azt, ami Csák Jánost, kultúráért felelős minisztert, vagy Semmilyen Zsoltot, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökét jellemzi, akiket én gyakorlatilag, most már Csák Jánosra is igaz, eddig csak azt mondtam, hogy a kultúra olyan távol áll tőle, hogy nem látja. Teljesen kizárt, hogy ellásson abban a távolságban, a legjobb szeme is van, ahol a kultúra van. De most már az emberségről is szó van. Az emberiség fejlődése, az igazság, a tudat, az mind a kultúrának a része. Ennek a két embernek tehát, Semmilyen Zsoltról már régóta tudjuk, nincs gerince, nincs erkölcse, nincs jogi felfogása. Amikor abban fogalmazom meg, hogy az emberiségben talán az emberiség férgéhez tartozának, de annyira idegenek tőlem ezek a durva megfogalmazások. De mégis a férgeket érzem megsértve, amikor rájuk gondolok. Hihetetlenek ezek az emberek. Előterjesztettek tehát egy törvényt, hogy az állam kisajátít
10 épületet a Józsefvárosban, ahol 210 család él évtizedek óta, kifejezetten feltelten az alacsonyabb jövedelem kategóriába tartozó családok, de mégis úgy érzik, hogy egy valami biztonságuk van. Ez szerintem minden fiatal, akinek még nincs saját lakása, tudja. Az egyes számú vágya, hogy mikor, hány éves korára éri el azt a pontot, amikor van egy biztos otthona. Nem kell, hogy a tulajdona legyen. Ausztriában ez nem éri el a tulajdona 20-30%-ot, hanem a törvények garantálják, hogy ott biztonságban, az az ő otthona. Ameddig ő a rezsiköltségeket, a bérleti díjat rendezi, addig őt onnan nem lehet elküldeni. Csak oly módon, hogyha valamiért valami megoldhatatlan helyzet kerülne, csak olyan módon, ha rögtön azonnal, megelőzően és egy megfelelő alternatív lakást biztosítanak számára. De azt nagyon meg kell indokolni, mondja a jog. Tudjátok, mielőtt a lényegre törnék, amit egyébként hallottatok, de talán nem értettetek meg annyira. 1990-ben az első rendszerváltáson, mert most egy másodikra volna szükségünk, egy már nem is akkor, nem is olyan kemény diktatúra leváltásakor, mint az orbáni mafia család diktatúrája, akkor a magyar társadalom élen járt. Élen járt elsőként mondott nemet a diktatúrára. És ez a diktatúrára való nemetmondás az akkori MSZP Német Miklós kormánya esetén, de már a megelőző 10 évben a kádári rendszerben azért vezetett el a rendszerváltáshoz, mert a magyar gazdaság hihetetlen válságba került. És mégis ebben a nagy válságban tudtuk, hogyha valamit meglépünk, mi elsőként kilépünk ebből a közösségből, és nem biztos, hogy lesz követőnk az akkori KGST-ből, akkor az életszínvonalunk egy óriásit fog csökkenni. Óriásit. Be is következett. Hiszen a magyar gazdaság a KGST piacra volt, Szovjetunió tagállamaira és partnereire, szövetségesei irányában osztotta szét a gazdaságot, és adta meg, hogy mi az, amit a csehek állítanak elő, mi az, amit a lengyerek, mi az, amit Szovjetunió, és mi az, amit Magyarország erre a nagy piacra. És ha mi onnan kilépünk, egyáltalán nem biztos, hogy amit előállítunk, azt át tudjuk rögtön adni a világ többi országában. Nem is tudtuk. Az összmagyar társadalmi termék vagy 30-40 GDP-nek nevezik, vagy 30-40%-kal visszaesett. Nem azért, mert kevesebbet dolgoztunk, bár igen, mert az embereknek igen nagy százaléka elveszítette a munkahelyét, hanem mert a KGST piac után nem tudtuk eladni. Ott meg nem vették meg, ez volt a büntetés. Ha onnan kiléptünk, ott nem kérik a termékeinket, a másik piacon meg nem tudjuk eladni. Ez munkanélküliséghez vezetett, és nagyon nagy életszínvonal visszaeséshez, 30-40%-os inflációhoz. Ebben az igazán nehéz gazdasági környezetben mégis rendszert látottunk. És létrehoztuk a elgondolásom szerint a demokratikus, a nyugati világ jogfelfogását, ami az emberi jogokra épül, az embernek a fontosságára. A közösség és az ember egymás mellett él, mert a közösség az emberekből áll. Megváltozott a jogszabály. Addig azt szólt a jogalkotás Magyarországon, hogy azt teheted, amit a jog megenged. Ezt követően azt mondta ki a jog, ez volt az alapelv, hogy mindent tehetsz, amit a jog nem tilt. És mi az, amit a tiltott a jog? A mások jogainak durva korlátozását. Azt tiltotta. Ebben az időszakban a magyar önkormányzatok, a magyar állam hihetetlenül rossz gazdasági pozícióban volt. És hát azt kell mondanom, hogy az új típusú politikusok, szerintem többségükben becsületesek voltak, na de azért nem volt mindenki akadémikus a jogterületén. Ezért például általánossá vált, hogy az új önkormányzatok, amik felszabadultak a tanácsi rendszerről, és ahol összeültek, azok elgondolkodtak, hogy mit tehetünk ebbe a rossz helyzetbe. És miután megnyílt a világ, megjelentek nálunk a nagy
nemzetközi élelmiszerláncok, kereskedelmi központok, elkezdett főleg Ausztria, Spár és a többiek érdeklődni Magyarország iránt, és egyre másra épültek a fővárosban rengeteg, és az összes városunkban, de a városok környékén is az úgynevezett bevásárlóközpontok. És hát keresték a legjobb helyet. És hát teljesen logikus, hogy egy városon belül, vagy a város környezetében a legjobb hely, amihez alkalmas lehetett, amire a legtöbbet fizetett volna mondjuk az a multinacionális cég, a bevásárlóközpont beruházója, aki óriási nagy profitot számított, de azt olyan helyre akart menni, ahová az emberek a legkönnyebben, a legnagyobb számban odaférnek. De ezek magántulajdonban voltak. Vagy önkormányzati tulajdonban, de most ezt a részét hagyjuk ki belőle. Vagy vállalati tulajdonban. Vagy egy jogi személy tulajdonában voltak. És az önkormányzatok rögtön az elején rátaláltak arra a gondolatra, amire jó 35 év után, most Orbán Viktor is, de ezt már gyakorolja, vagy 10-15 éve, hogy az állam kisajátítja. Az önkormányzat kisajátítja, mondja azt a területet, honnan mindenkinek el kell menni, azt majd valamilyen módon elrendezik, és akkor ott megvalósítja azt, amit ő gondol. És akkor jött az akkori alkotmánybíróság. Azért annyi felkészült jogászunk még volt, hogy az alkotmánybíróságunk tagjainak a döntő többsége valóban elismert jogi szakember volt. Aki ugyan szocializálódott az akkori elmúlt évtizedekben a diktatúra jelleg rendszerében, ahol egyébként az államnak mindenben elsőbsége volt, de értették a jogot, amit nekik innentől képviselniük kellett. És amely benne volt az akkori alkotmányban, amelyet ennek megfelelően az ellenzéki kerekasztalnál alakítottuk ki. És bizony, amikor a tulajdonosok odafordultak az alkotmánybírósághoz, és mondták, hogy ők nem akarják eladni azt a legfrekventáltabb helyet, bármilyen oknál fogva, akkor az alkotmánybíróság az összes ide vonatkozó állami, sorban egymás után, a próbálkozó önkormányzatoknak valamennyire megsemmisítette ezt a szándékát. Mert ez értelemszerű. A jog nem annyira bonyolult. Ha az emberiség fejlődése, az igazságot akarjátok követni, akkor előbb a jognak az alapértékeit kell megérteni. A jog akkor elmondta, és az Alkotmánybíróság akkori döntései ma is tartalmazzák, megfogalmazták és elmondták, hogy nincs ilyen lehetőség. A demokráciában a valakinek a tulajdona, az lehet magánszemély, lehet jogi személy, lehet önkormányzat. Az az ő tulajdona szent és érthetetlen. Nem lehet tőle elvenni. Van kivétel, de az egésznek az a filozófiája, és erről szóltak a döntések, hogy csak az alaptörvényben, az alkotmányban meghatározottan az emberi jogokat tiszteletben tartó esetben lehet elvenni. És hát akkor elmondták, hogy egy kereskedelmi központ, hogy ide akar építeni egy új bevásárlóközpontot, az nem olyan, amelynek érdekében élni lehet a kisajátítással. Az nem olyan. Tessék, vagy megvásárolni, ha megtudod, ha eladja, ha kell van az eladónak eladói szándéka, vagy máshol létrehozni azt a környezetet, amivel majd oda csábítod az embereket. Ez azért mesélem el ilyen hosszan, mert a közszolgálati egyetem az hivatalos hírek szerint, vagy a beadvány szerint, erre a kisajátítása azért kerülne sor, mert bővíteni szeretnék tevékenységi oktatási körében a közszolgálati egyetemet. Annak a képzését, a tanárképzési szakát. És hogy ehhez kellenek majd új épületek és új további fejlődés. Na hát ez az, ami nem az, amire lehet kisajátítani. Ez egy nagyon fontos elem. Úgyhogy az akkori alkotmánybíróságban még jogászok voltak, és nem gazemberek, mint a Magyar Alkotmánybíróságban jelenleg, ha abból indulunk ki, hogy hogyan védik meg az emberi jogokat, amely egyébként az Orbáni alaptörvényben is szerepel, mert nem lehetett belőle kihagyni. Más kérdés, hogy belehoztak olyan elemeket, amelyek a diktatúrát szolgálják ki,
de attól még ezek az elemek ütközésben vannak, és a társadalom szempontjából az eredetileg bent lévő elem, az emberi jogokat a tulajdon védelmét megfogalmazó. Az első kiegészítő pontja volt az emberi jogok egyezményének. És Magyarországon törvény van róla, kihirdettük, vonatkoznak rá az alaptörvény ide vonatkozó előírásai. Úgyhogy az első probléma az, hogy ha a jogot értem, hogy a kisajátítás az nem lehetőség. Ebben az esetben nem. Igen, azt gondolom, hogy egy nagyvárosnak a repülőtérre van szüksége. Ha bárhol egy folyópartján kikötőt kell építeni a köznek, hogy a köz oda tudjon érkezni, vasútállomást kell építeni, vasútvonalat építesz, autópályát építesz, és nem nagyon tudsz más megoldást, na ezekre a célokra szolgál a kisajátítás lehetősége. Nem az, hogy egy egyetemnek valamilyen részét fejleszteni akarok. Lehet másik irányba, lehet máshol. Nincs olyan elvárás, hogy egy egyetemnek egy központi helyen kell lennie. Ezek az érdekek, ezek valótlanok, ezek alkalmatlanok egy kisajátítás megalapozására. És akkor jön a másik. Az alaptörvényünk is, az emberi jogok egyezménye is azt mondja, hogy ha lenne indok kisajátításra, határozottan állítom, hogy nincsen. Tehát ha lenne indok kisajátításra, akkor is csak azonnali és teljes körű kártalanítás mellett. Ez azt jelenti, hogy akinek az az érdeke, és akceptálható, elfogadható érdeke, hogy a kisajátításra sor kerüljön, annak ezt megelőzően, őneki és nem másnak, nem egy törvénnyel mondjuk az állam azt mondja, hogy én kisajátítom, te 8. önkormányzat, meg helyezd el az ottani lakókat. Nem sajátíthatod ki, de ha kisajátíthatnád, abban az esetben az önkormányzatot is, és az összes érintettet, itt és alatta a bérlőket, azonnal és teljes körűen kártalanítanod kell, mikor abban a formában, ahogy ők elvárják. Más ingatlanok átadásával. Rögtön 210 nagyon korszerű lakásfölépítésével. Higgyétek el, hogy ráadásul ez zseppénz. Az állami költségvetésben ennek nincs jelentősége. 210 nívós lakás fölépítésének a költsége az nem befolyásolja az állami költségvetés még abban a nehéz helyzetben sem, ahol most van. Tehát ha eltekintenénk attól, hogy erre a célra nem lehet kisajátítani, akkor is ennek úgy kellett volna indulnia, hogy elkészíteni azt a 210 lakást, amelynek fényegesen magasabb a színvonala, a korszerűsége, mint ami most van, és szépen fölajánlani a bérlőknek, hogy költözzenek oda át. Magát az ingatlant meg átadni, felajánlani az önkormányzatnak, hogy látod, itt van két évtizedek óta nagyon kevés pénz rákötve lepukkadt állapotú 210 lakás, kapsz helyette korszerűt, nincs vele gondod, előre fogsz lépni, esetleg nem 210-et, hanem adok helyette 300 lakást. Hogy segítsem abban ezt az önkormányzatot, hogy az ott élők esetében a sorban állók, akiknek szükségük lenne az önkormányzati bérlakásra, hogy ezt a problémát is enyhítsem. Mert nekem volna szükségem arra a területre. Ezért én adok. Én adok, ezt bemutatom, ezt felajánlom. És annak egyébként semmi akadálya nem lett volna, sőt, Piko Andráséknak, 8. kerület polgármesternek bizony nagyon magyarázkodni kellett volna, ha mondjuk kapott volna újépítésű, magasabb komfortfokozatú, 300 bérlakásnak megkapta volna az önkormányzat tulajdonjogát, ha lemond erről az épületről. És egyébként segíti lebonyolítani, hogy a bérlők a nyilvánvalóan sokkal jobb, frekventáltabb és korszerűbb lakásba költözzenek át. Tehát még ennek a tetűrendszernek is lett volna megoldása. Nincs jelentősége ennek az összegnek a költségvetés egésze szempontjából. De nem. Ezek tényleg férgek és gazemberek. Gazemberek, akik a jogot is azt mondják, hogy semmi probléma. Bármilyen jogszabályt, amit vár tőlünk az Európai Unió,
Nem, majd kicsit húzzuk, halasztjuk, meg azt mondjuk, hogy ezt nem szabadna, és ezt ránk kényszeríti, és ezért megharagudjunk meg Brüsszelre, de bármit egyébként elfogadhat, mert nem tartja be. Mert ott van a kezében az az egész államhatalmi rendszer, élén a kúriával, az alkotmánybírósággal, a bírósági rendszerrel, a nyomozóhatóságokkal, a ügyészséggel és a többiekkel, hogy nyugodt a médiahatósággal, a Nemzeti Választási Bizottsággal, az állami számvevőszékkel, mindamelyiknek a jogot, amely írott és félre nem érthető, azt kellene kordában tartania, nem teszik. Annak a 131 néhány parlamenti lakánynak, aki folyamatosan kiszolgálja Orbán Viktort, és egy teljesen képtelen, jogilag alátámaszthatatlan helyzetben rendeleti kormányzást tesz lehetővé, most már tényleg nem tudom megszámolni, hogy hány éve. Hiszen előtte volt a migráció, utána volt a járványügyi vészhelyzet, most meg a szomszédba folyó háborús vészhelyzet. Képtelenség. De neki nem kell betartania semmit, mert az egész egy maffia család, úgy, ahogy van, minden összetevőjében, alkotmánybíróságostól, kúriástól, mindenben, a teljes összetételében, az összes hatóságot, állami számvevőszéket, nemzeti bankot, mind egybe lehet venni, ez a maffia család egy család. Ezért nem ellenőriz senki semmit, egész pontosabban egy személy. Van is vele gondom, amikor azt mondják, hogy a kormány mondjuk valamit tesz. A kormány nem tesz semmit. Magyarországnak nincs kormánya. Magyarországnak Orbán Viktor van, maffia család vezetője van. Aki a családfő. És a családfő osztja a feladatokat, rendeleti kormányzás ki is mondja, hogy mindenhez joga van. Semmiben nem lehet őt korlátozni, bármilyen döntést meghozhat. Ebben a rendszerben működik ez. És ezért mondom, ha valaki azt gondolja, és azt mondja, hogy ez közelebb áll hozzám, a Fidesz közelebb áll hozzám, mind és mindegy, hogy mit tesz a másik oldalra. A mai magyar ellenzéket teszi a másik oldalra, vagy a liberális demokráciát, vagy az általa, bár talán a fogalmat sem érti, de szépen lejáratta, ugye, hogy a liberális baloldalt teszének. Teljesen mindegy, hogy mit fogalmaz meg, mert a fogalmak sem számítanak. Ellenségképre van szükség, és gazembernek kell lenni. Mindenkinek ebben a körben. Az alkotmánybíróságban ülő alkotmánybíróknak is. A parlamentben ülő, ezt a rendszert működését engedő valamennyi parlamenti képviselőnek is. A hatóságok élén lévő emberek. Ehhez gazembernek kell lenni, ez nem lehet. És talán ezt azért tartom fontosnak, mert több százezres vagy tömeget február 16-án mozgatott meg a influencerek által a Hősök terére meghívott emberek azért, hogy kifejezzék, hogy a gyerekeinket nem adjuk. Tehát, hogy kell lenni a társadalomban olyan értéknek, olyan érzésnek, amit tényleg az úgy is lehet érezni, hogy ez elfogadhatatlan, ez gazság, ez erkölcstelen, ezt nem engedhetjük meg. És hát a gyermekeink megalázását, abúzusát, ezt biztosan nem engedhetjük meg. De megengedhetjük, hogy 210 családot dobjanak ki az utcára, vagy Lázár János a MÁV területén, a úgy Kis Dubaj, vagy Új Dubaj, mit tudom, aminek nevezik a Zuglóban elképzelt, egy hónap alatt költözzenek ki. Ott éltek évtizedek óta. Mindegy, hogy hova mennek. Fölmondtuk, egy hónapon belül húzzák el a csíkot. Ezek nem emberek. Higgyétek el. Azok voltak, amikor a szüleik még idehozták ezekre a játszóterekre, ahol én pillanatnyilag is vagyok. Akkor még emberek voltak. Ma már nem azok. Ezt kellene mindenkinek megértenie. Nem. Ember így nem gondolkodik. Ember így nem viselkedik. De nekünk is embereknek kell lennünk. Mert az emberben az a gondolat is benne van, hogy látnom kell. El kell tudnom képzelni,
hogy ma a kis unokámmal, vagy a ma a kis gyerekkel egy játszótéren vagyok, és van egy otthonom. Majd hazamegyek, és kapok egy hírt, egész pontosan nem kapok hírt, a rádióból, vagy az újság szallagcikéből olvasom, hogy itt a 8. keretben, azt hiszem a Diószegi Sándor utcát, ha itt tévednék az utca nevében, elnézését kérek, itt laktak a szüleim, a nagyszüleim, itt laktunk mi is, bérlakásban vagyunk, hazamegyünk, és októbertől nincs lakásunk. Nincs lakásunk. Mert az állam azt sem mondta meg, hogy mi legyen. Egész pontosan mondott valamit. Azt mondta, hogy a 8. kerületi önkormányzat oldja meg a lakás problémánkat. De az nem tudja. Az egy lehetetlen utalás, hiszen nincsen neki 210 önkormányzati lakása. Kettő, arra várnak. Az 8. kerületi önkormányzatnak van egy pénzügyi kerete, amit folyamatosan megcsapolt az Orbáni rendszer. És ebben a rendszerben a kiürülő régi bérlakásokat szépen újítgatja föl, de csak amit nyit föl tud újítani, annál sokkal több rászorult van a kerületben. Ezért lehet beszélgetni, hogy egyet, ötöt vagy harmincat tudna a 8. kerületi önkormányzat megoldani, de egyet se tudna. Pikó Andrásnak üzenem, hogy nem tud egyet se megoldani. Mert az nem erre a célra van. Az a lakás, amelyeket ők beterveztek és felújítanak, arra sorban állnak. És nincs különbség azt, hogy most kidobok valakit a lakásából, és azt mondom, hogy menjen el onnan, teljesen mindegy, mert kell nekem az egyetemi bővítésemhez, a lázálmomhoz, az elképzelésemhez. Vagy a másik, amelyik számolta, hogy a pillanatnyilag a sorban állásban a 12. helyen van, és 30-at újít föl mondjuk egy évben, vagy 30-at tud kiutalni egy évben az önkormányzat, és jövőre kapok. És kiderül, hogy nem kap. Nincs. Azok a lakások, amelyek pillanatnyilag a 8. kerületi önkormányzatnál vannak, amelyek a 8. kerület forrásai szerint a felújítási tervben, egy kiutalási tervben vannak, azok nem erre a célra vannak. Nem lehet őket onnan átcsoportosítani, mert az ugyanolyan embertelen, mint ezekek az embereknek a kitessékelése. Meg kell értenünk. Bele kell tudni valakinek gondolkodni, akkor is nem baj, ha valakinek egy csodálatos nagy háza van, nagy kerttel, akár úszómedencével, nem baj, ha megérdemelte, ha dolgozott érte, ha a világ fejlődött és úgy alakult a szerencsésen az élete, azzal nincs probléma. Azzal van probléma, ha ott abban a lakásban ülve nem tudja elképzelni azt a helyzetet, hogy valaki egy szülő a játszótéren, mert nincs saját kert. A játszótéren játszott az unokája vagy a gyerekével, hazament, bekapcsolta a klubrádiót, és annak a hírekében azt hallja, hogy nincs már otthona, illetve már csak nagyon rövid ideig van otthona. És nem is lesz valószínűleg, mert ez az gazemb, ez a gazállam ezt nem biztosítja. Az Orbán rendszer olyan jogszab, olyan kisajátítási határozatot hoz, amit a saját jogrendszerébe sem hozhatna be, csak nincs, aki számon kéri rajta. És olyannak datálja át, aki nem tud mit csinálni, mert A. nincs neki ennyi lakása, B. ami van lakása, arra meg mások várnak. Tehát, ha ott én elfogadok egy lakást, és abba beköltözöm, tudnom kell, hogy valaki más, akinek az volt a reménye, hogy idén oda fog beköltözni, az nem költözhet be. Ilyen erkölcstelen társadalom nem működhet. Ezt meg kellene, hogy értsenétek. Meg kellene értenie mindenkinek, akinek aggályai vannak. Esetleg jogos aggályai vannak. Aggályai vannak, hogy ez az ellenzék számára elfogadhatatlan. Én értem. De ez a maffia család elfogadható? Az, amelyik nap mint nap, ez nem egyedi, ilyen és ennek megfelelő intézkedéseket hoz. Amikor nagy bajban vagyunk, akkor repülőteret vásárol magának. Telekommunikációs széget vásárol magának. Olyanból, amiből nem 200 lakás építhető, hanem 20 000 vagy 100 000. És megoldható lenne a magyar lakás probléma. Ez közelebb áll hozzád?
Aki fölteszi a kérdést, hogy jó, de akkor kit helyette? Bárkit. Mert ő maradhat. Csak azért, mert én ebben a pillanatban még nem tudom garantálni, biztosan bemutatni, hogy az a valaki helyette az jobb lesz. Őt is el kell takarítani, ha ugyanilyen rossz lesz. Vagy ha csak rossz lesz, akkor is. De ez maradhat? Közelebb áll hozzá? Első kérdésre kell válaszolni. A másodikról gondolkodni kell. Beszélni róla. A harmadikról átbeszélni kell. A negyediket majd meg kell valósítani, amikor ott lesz az ideje. Az első kérdés. Ez maradhat? A te erkölcsöd megengedi? Hogy a te erkölcsöd megengedi, hogy ez maradjon? Az enyém nem. De ha a tied engedi, akkor az a véleményem, hogy ugyanebbe a maffia családba tartozol. Akkor is, ha ez csak a véleményed. Ha úgy gondolod, hogy te azért másképpen csinálnád, de ez azért közelebb áll hozzád, mint valami más. Akkor nem, hiszen ezt tartod fönt. Ezt tartod a tenyereden. Úgyhogy gondolkodjatok el. Nyilván nem Orbán Viktornak, nem Semjén Zsoltnak, nem Csák Jánosoknak szó. Hiszen Semjén Zsolt vagy Csák János soha az életében, a tudása alapján, vagy egy Mészáros Lőrinc, soha meg sem közelítette volna azt a hatalmi beágyazódást, azokat a jogosítványokat, vezetői posztokat, amiket ő betölt. Soha. Hiszen erre egyébként semmilyen képességű, semmilyen tudásuk a tudás oldalról sem teszi meg az alapot. De azért tudjátok, vannak egyszerű, becsületes emberek. Csák János is, Mészáros Lőrinc is, Nagy Márton is, ha úgy tetszik, Semjén Zsolt is, Semjén Zsolt lehetne egy egyszerű hívő ember. Aki tudja magáról, hogy a becsület, ha úgy tetszik Semjén Zsoltnak, mondom a 10 parancsolat, egy ilyet nem enged meg, és éli a maga életét, és ha azt mondják, hogy legyél te ennek a gaz szervezetnek az első sorában lévő személy, csak szavazatodat kell adni az ilyen és ehhez hasonló döntésekhez, akkor azt mond, hogy nem. Köszönöm szépen. Maradok az én szintemen. Ott tudom, és a tükörbe tudok nézni. Szeretném mozenni, akiknek ez a Fidesz, ez az Orbán Viktori maffia rendszer közelebb áll hozzájuk, mint valamilyen más dolog. Azoknak üzenni, nézzetek a tükörbe. És ha a tükörben visszanéző arccal jól megvagytok, szégyeljétek magatokat, de rettenetesen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, este 6 órakor remélem sokatokkal találkozom, és ez a gondolati kört azoknak, akik nem szokták a csütörtök esti adásokat nézni, ahol ugye kérdezni is tudtok, ha az oldal követői vagytok, azoknak üzenem, akkor gyertek erre az oldalra, ha azzal értetek egyet, hogy ez elképzelhetetlen, megengedhetetlen, és nem áll hozzám közel, de még csak távol sem, olyan messze van, hogy nem is tudom vele az érintkezési pontot fölvenni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ha úgy éreztétek, hogy ez fontos, osszátok meg minél többen. Ha úgy érzetitek meg, hogy mondott is valamit, és máskor is szeretnétek ki ezekkel a gondolatokkal szembesülni, akkor kövessétek ezt az oldalt, amíg eddig nem tettétek. Szervusztok!